Varga Zoltán, az Equilor elemzője vendégem. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy minket választott ma reggel. Hát, hogyha nem mondanám meg, hogy mi a téma, miért hívjuk be, szerintem akkor is kitalálta volna. Valószínűleg a forint gyengülésre. De nem csak az, hogy gyengülése, hanem gyakorlatilag csúcsokat ért. Ugye 2,3%-kal gyengült az euróval szemben egy hónap alatt, 6%-kal évelej óta. Nem szoktunk ilyet látni. Igen, az elmúlt években meglehetősen stabil volt a forint árfolyam, és szerintem az okokat keresve érdemes visszamenni egy kicsit az időben. Ugye a 2008-as gazdasági világválságot a nagy jegybankok úgy kezelték elsősorban, hogy soha nem látott történelmi mélypontra vitték le az alapkamatszinteket, és ezzel élénkítették a gazdaságot. Így tett egyébként a Magyar Nemzeti Jegybank is. És ugye most a Fed már 2015 év végén elkezdett kamatot emelni, illetve több fejlett piaci és fejlődő piaci jegybank is, és mivel a Magyar Nemzeti Bank egyelőre a kommunikációja szerint nem tervezi a monetáris szigorítást, ezért találták meg a befektetők a forintot, és ezért gyengül. Olyan jó kis retro érzésem volt akkor, hogyha visszament 10 évet az időben, akkor hadd idézzek én is, a forinttal a legnagyobb baj a miniszterelnök, és a miniszterelnök csere lenne a megoldás, mondta Orbán Viktor 2008-ban, ahol megfogom az asztal két oldalát, mert olyan szép visszaemlékezni rá, 274 forint volt az euró árfolyama. Így van, azonban nem szabad teljesen a két helyzetet összehasonlítani, hiszen a devizahitelek problémája szerencsére már a lakosság oldalán nincsenek, illetve az államadósságban is jóval kisebb részt jelentenek a devizaadósság, tehát a devizakötvény kibocsátásokból származó adósság. Tehát most jelentősen védettebbek vagyunk, tehát nincs olyan kockázat a gazdaságra nézve a forint gyengülésből, mint 2007-2008-2009. De hogyha jelentősen védettebbek vagyunk, hogyha kormányzati részről, jegybanki részről azt mondjuk, hogy stabil a gazdaság, sőt fejlődik, sőt egyre jobban állunk, akkor miért lesz a 330 az új 310? Igen, itt ugye elsősorban globális folyamatok vannak, ugye, amiről beszéltem, tehát hogy a fejlett piaci eszközökbe áramlik vissza a tőke, illetve volt egy argentin válság, illetve a török politikai bizonytalanság. Elsőként ezt a két országot találták meg a spekulánsok, illetve a befektetők, illetve ezek a devizák gyengültek leginkább. Majd ezt követően következett a forint, illetve az zloty, cseh korona is gyengül most már. A jegybanknak megvannak az eszközei arra, amennyiben eléri a forint árfolyam azt a szintet, ahol már veszélyben látják az infláció teljesülését, ami 3% a jegybank célszintje, akkor be tudja vetni ezeket az eszközöket, és meg fogja tudni állítani, illetve csillapítani a forint gyengülést. Segítsen nekem azt megérteni, hogy vagyunk mi itt egy olyan ország, amelynek van 7 határa. És hogyha megnézzük például a horvát kúnát, a Horvátországban ugye nem dübörög a gazdaság, nagy az elvándorlás, súlyos gazdasági problémák vannak, miközben gyakorlatilag a kúna is kilőtt a forinthoz képest. A cseheket említette, a legutóbbi mérés szerint 2%-kal azért erősödött a cseh korona az euróhoz képest, akkor miért éppen mi itt középen? Alapvetően a Horvátország egy speciális helyzet, most nyilván a nyaralni vágyók is erősítették a kunát, másrészt nem, tehát a Horvátország nincs abban a kosárban, mint mi a feltörekvő közép-európai régióban, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Törökországot is ebbe a kalapba szokták venni a befektetők, így sok befektetést együtt kezelnek, és amikor indul az egyik országban egy bizonytalanság, illetve gyengülés, akkor a többi eszközt is elkezdik adni. Végignéztem a nagy elemzőket, a nagy elemzők közül volt, aki a 320-325-re visszaerősödést tartja reálisnak, illetve úgy gondolja, hogy ez lesz, és volt, aki azt mondja, hogy 340 fölé is mehet az euró. Elképzelhető a 340-es szint megközelítése is. Nem lefelé indult most el. Most 328 felett vagyunk. Értem, de ön se lefelé indult most el. Tehát amikor a korrekciót mondta, vagy az elmozdulást mondta, akkor nem azzal értett egyet. Mindjárt megnézem, hogy ki jósolta a 325 forintot. Mondom, az Erste Bank elemzése mondta ezt. Tehát akkor ön se lefelé indult el. Egyelőre nem, hiszen a jegybank kommunikációja nem arról szól, hogy adott esetben már rövid távon is gondolkoznának a monetáris szigorításon. Egyébként van egy érdekes helyzet, ugye a múlt heti inflációs jelentésben a jegybank már egy olyan alternatív forgatókönyvet részletezett, amiben azt feltételezik, hogy amennyiben a feltörekvő piaci devizák tovább gyengülnek, akkor a korábban tervezetnél szigorúbb monetáris politikára lehet szükség. Tehát már benn van a tarsójukban ez a forgatókönyv is, azonban nyilván részleteket nem árultak el, hogy mely árfolyam szinten, illetve milyen kamat szintre lenne szükség. Ez az esetben. Egyedi felhasználó, mondjuk így, hogy az állampolgár, a lakos, ami kedves nézünk, ilyenkor mit tehet? Azért tudjuk, hogy a valutának az árfolyam az érzékeny a benzinre, érzékeny a kenyérre, érzékeny
érzékeny a tejre. Amikor Oroszországban az olimpia után hirtelen egyszer csak anektálták Krímet, majd ezt követően összezuhant a rubel, akkor például Hévízen megérezték azt, hogy az orosz turista elmaradt, és már nem csak, hogy az étteremben nem ebédelt, hanem már lakást se vásárolt. Ez ránk egyedi fogyasztókra milyen hatással? Nyilván a nyaralni készülőkre negatív hatással van, hiszen jelentősen drágult az euró, illetve több környező deviza is. És hogyha valaki Horvátországban nyaral, és akkor még a kúnának az erősödését is nézzük, akkor a kúna plusz euró erősödés, akkor az egy dupla csavar. Így van, tehát most ez jelentősen drágult, illetve inflációs kockázatot jelent, hiszen az olajárfolyam is jelentősen emelkedett az elmúlt hónapokban, és ez egy gyengébb forint árfolyama elég veszélyes elegyet tud képezni, tehát az üzemanyagárak további emelkedése várható. Viszont a gazdaság szempontjából vannak pozitív oldala is a forint gyengülésnek, hiszen az exportot jelentősen tudja támogatni ezáltal a külker mérleget is. Ugye néhány évvel ezelőtt akkor, különösen amikor a svájci frank 2015-ben volt egy olyan szúrás, ezt azt hiszem, hogy szakmailag így hívják, amikor egyszer csak elszalad, de ez talán néhány percig vagy néhány óráig tartott, amikor 327 forint 7,6 forintig fölment, majd gyorsan vissza is ment, ez gyakorlatilag egy technikai szint volt, vagy technikai kilövés volt, akkor az ott nem stabilizálódott fönt. Ez a 329 forint, ez stabil, vagy megy még tovább, vagy milyen ütemben megy még tovább? Azt lehet látni, hogy most kis lépésekben gyengül a forint, és folyamatosan, tehát ezáltal stabilabbnak mondható, mint ugye a svájci jegybank, amikor eltörölt az árfolyam küszöbet, akkor volt ez a hirtelen forint gyengülés 2015. januárjában. Az tényleg 10 perc alatt volt, abszolút, ugye? Igen, ott össze is omlott a devizapiac lényegében, mert ugye nem várt intézkedést jelentettek be. Lényegében ezért lehet most stabilabbnak gondolni a forint gyengülést, tehát ezért is gondolom én is azt, hogy még várható a további emelkedés. Amennyiben a jegybank olyan kommunikációs lépéseket fog tenni, hogy megemeli a kamatot esetleg adott idő előtt, vagy egyéb más intézkedéseket jelent be, akkor meg tudja állítani majd. Meg tudja állítani, vagy pedig a magyar gazdaságnak a célja a visszaerősítés egyáltalán most ebben a pillanatban? Lényegében nem baj a magyar gazdaság szempontjából, tehát az export, illetve a külkermélek szempontjából, ugye az inflációra kell figyelni, a jegybank is erre figyel, fennáll annak az esélye, hogy túllövik az inflációt ezzel, tehát 3% fölé megy. A jegybank szerint most csak ideiglenesen emelkedne fölé, és ezt még tolerálnák is, amennyiben azonban tartósan megy 3% fölé, akkor lépésre kényszerülnek. De most majd olvasunk, nyilván a politikusok mindig politizálnak, de a 300 forintnál is már mindenkinek a lebondását követelte annak idején. Most vagyunk 329-nél, én most ezt kerekítem nagyon csúnyán 330-ra. Mit tippel, melyik az az árfolyam, ami utána azt mondja, hogy egészséges lenne már a Magyar Nemzeti Banknak valamilyen, vagy jegybanknak valamilyen módon megszólalnia, vagy konkrét lépéseket bejelentenie? Kommunikál a jegybank, tehát tegnap is volt egy rövid közlemény ezzel kapcsolatban. És nem nyugtatta meg a piacokat, tehát tegnap volt kommunikáció, és tovább gyengült a forint. Így van, mert ugye megint kijelentette a jegybank, hogy továbbra is csak az inflációt követi, és az a célja. Én úgy gondolom, hogy a 3.30-3.40-es sávban már sor kerülhet valamilyen bejelentésre, nem feltétlen kamatemelésre, hiszen az a legvégső intézkedés lenne. Elsőként a korábban bevezetett nem konvencionális intézkedéseket vonhatják vissza, gondolok itt devizacsere ügyletek visszavonására, illetve egyéb más intézkedésekre, illetve a devizatartalékból is tudnának interveniálni. Ezt nem fogják bejelenteni, hiszen ezzel a spekulánsoknak egy támadási felületet adnának, hogy milyen árfolyam szintnél, milyen mértékben avatkoznak be. A kormányzat egyébként, hogyha már a spekulánsokat említette, spekulációt sejt a forint gyengülése mögött. Ilyenkor milyen spekulációra kell gondolni? Van valahol egy milliárdos, aki éppen valamit felvásárol, ami nekünk rossz? Nem erre kell gondolni. Részben oka lehet egyébként a spekuláció, de ez onnan ered ugye a globális tőkepiaci áramlásokból, amit említettünk is. Másrészt pedig, mivel a jegybank deklarálta, hogy továbbra is kitart az ultra az a monetáris politikája mellett, a befektetők egyszerűen észrevették, hogy itt lehet egy forintgyengülési hullám ebből fakadóan, és ezt játszották meg, tehát itt erről lehet szó. Lakossági részről ilyenkor érzékelhető az, hogy akinek eurója van, akkor esetleg éppen eladja, mert azt hiszi, hogy a legnagyobb csúcson van, vagy éppen pánikszerűen vásárol forintért eurót, mert hogy azt hallja, hogy akár 3.40 is lehet? Inkább az utóbbi jellemző a lakossági befektetőkre, tehát amikor egy hosszú forintgyengülési hullám van, akkor általában a második felében vásárolnak, tehát már a teteje közelében, mert ugye egyre nagyobb célárakat kapnak különböző elemzőházaktól, és ez jellemző inkább. Mikor nyugszik meg a devizapiac? Én azt gondolom, hogy két fontos, tehát egyrészt a globális folyamatok megnyugvására lenne szükség,
másrészt pedig a jegybank kommunikációra, és ebben az esetben a forint piaca is megnyugodhat. Köszönöm szépen, hogy itt járt nálunk. Köszönöm Varga szépen. Zoltán, az Equilor elemzője volt a vendégem. Köszönöm.